És az Itamedium rá egy évre megjósolta, hogy 2000-2010 között ki fog törni egy olyan katasztrófa, amilyen a cunami volt, csak a pontos időt, hogy nem tudjuk, ugye, az nem lehet tudni, és pont a kettő között volt 2004. december 25-én. Ugye? Na, azért mondom, ezeket szeretem, ami rövid távon is már be is következik. Na, akkor nézzük csak fel a közlést. A világnak nem lesz egyetlen pontja sem, ahol elbújhatnának az emberek. Az Isten akaratával, Isten törvényével, sárba taposó embereknek a legmélyebben épített munkája sem adnak semmiféle menedéket. Nem lesz szóvá elmenekülniük. Ez azért érdekes különben, mert pont Amerikában, ahol jött ez az ét a bolygóban, mind az égvilágon, olyan földalatti bunkereket építettek, olyan borzasztó, hogy túlélésre mennek az égvilágon, és akkor az indokulcsokat olvasta meg, hallotta, hogy pont benne volt az igazi, ott is megmondták már a 60-as, 70-es években, a föld alól fog minden feltörni. Így megmondom összintén, hogy pont beássa magát a földbe, annak lesz az első meglepi, csak már nem fogja tudni nekünk elmondani. Az erők tömörülnek, osztályozódnak, és ezek az erőtömörülésekben különböző érzések, vágyak égnek, melyek el nem éghetett égnek mindaddig, amíg el nem választhatik a salak az aranyról, amíg el nem választhatnak a kecskék a juhoktól. Az erők szétváltozik napjában is már stb. Mennek formába. És akkor még egy mondat, ezek az elkülönösek az óceánok vizébe, a tűzhányok mélyébe, a különböző hegyvonatok mélységeibe, síkságok fertőzött talajába, a légköri elektromosság különböző formájában már történnek. És tudjátok, rengeteg tűz van a Földön. Na most, azt kitaláljuk azt a részét esetleg. Gyerek, újjá be. Sziasztok! Hagyjátok nyitva az ablakok ajtót, jó, hogy ott kis levegés legyen. Tehát gyakorlatilag belegyük, hogy rengeteg tűz van a Földön, most úgy azt találjuk, hogy ez a országban egy tűzoltom, hogy gyújtogatott, hogy pirományás. Általánosságban rengeteg tűz van, de olyan tüzek vannak tulajdonképpen, önmagútól felrámolnak. És ez nem csak a napsugaratól van. Az embereknek az érzései, az indulatai meggyújtják szó szerint. És a katasztrófák nagy százalék, a természeti katasztrófák mind a bennünk lévő és kimondatlan energiák miatt van. És nem kell messze menni, most nem tudom hány éve volt ez a 20-20-ai tűzi játék. 4 éve talán. Nem, mindegy, 3 éve. Tudjátok, ami volt Budapesten. Nem tudom, de akkor volt. De mindenki tudja, milyen katasztrófa volt. Most mi volt ebben az egészben érdekes? De megvan akkor, igen, valami 4 évvel ezelőtt volt, vagy 5 évvel ezelőtt, bocsánat, mert akkor volt pont emlékszemre szintén a politikai pártoknak a csatája, a szétválasztás, hogy megint elvesztettek valamit, valakit, igen, valami ilyesmi volt, most nem megyünk ilyenbe bele, úgy van, igen. És az az egésznek a fő lényege, hogy akkor volt valóban Európában egy borzasztóan nagy vihar, amire meg volt az útvonal, hogy átmegy Németországból, Ausztriába, Magyarországon szinte alig érintő Sopron környékén, és onnan szépen lefog meg Horvátország környékén a vihar. Tehát ki tudjátok, betörök, most már kiszámították pontosan. Igen, ám, de akkor volt az a borzasztó, a választási veszteségek, az emberek ugye ketté voltak szakadva, ugye a politikai indulatok részint fel voltak tuningolva, részint az emberi butaság, mindegy hatalmassá fel volt téve az egész, és ott volt augusztus 20-a, azt hiszem akkor árvizek voltak borzasztóan Magyarországon, tehát akkor voltak az első igazi árvizek, még mind az égvilágon. Tehát és akkor mindenki, hogy miért van tűzi játék, olyan indulatok voltak, és mi történt? Az emberek bevonzották a vihart. Az a vihar, ahol ottan tőlünk, képzeljétek el, 300 km-t kellett volna elmenni Budapesttől. Jó, késett 2 percet a vihar, nem 9-kor a tűzi játék, hogy 9-kor a 2 percet, képzeljétek el. Aki ott volt, az a második kétmillió ember, mert akkor a TV képernyőn keresztül nézte a tűzi játékot, a lövöldözőkkel 2 milliárdot, vagy 2,5 milliárdot, hogy mennyi szegény embernek lehetne házat építeni belőle, bevonzottak a vihar törvényszerűen. Na, csak hogy megmutassam nektek, így működnek ezek gyönyörű szépen. Azért mondom, most arra nem beszélve, hogy ha már karma előadásnál tartunk, akkor karmikussal is képzeljétek el, visszakapják azok, akik szennyezik a Földet, visszakapják kivételni közben a katasztrófákat, nem kell messze menni, most szerint amelyeket nem olyan a színi különösebben, de jó pár a kiadóik egyezmény nem jutták alá annak idején, és ott vannak nagyon sok természeti katasztrófák, amik nem véletlenek. Most ehhez csak hozzászólnék, hogy Japánban is pont azon a részen van, ahol ugyebár a prostitúció volt, ugyebár ott a szélén, az, hogy minden elmosta a hát, ugye, cunami. Mondom,
És belül, ahol vallásosak, jobban vallásosak az emberek, ott pedig végül sietetlen maradt az egész. És mindjárt mondom még egy érdekeset. Melyik is volt Amerikában az a, az a tengerparti város, amit elindult a víz? Segítsétek kimondani a nevét. New Orleans, azt hiszem, ahol izék voltak, vagy... Igen. Ugye New Orleans volt az. Az nem víz volt, hanem Bihar. Ahol a tenger alatt volt egy jó az az igen, igen. Na, hogy milyen érdekes, ugye mondhatnám, hogy milyen véletlenek vannak. Ugye először is úgy indult a dolog, hogy előtte 10 évvel volt egy olyan film ugyanúgy a városról, mert egy gát választ el a tengertől, ami lenne egyszer a gátor átjönne a víz, és minden, amit abban a filmben megtörtént, szó szerint a valóságban úgy történt meg, de úgy, hogy benne volt például, hogy bemenekültek a sportcsarnokba, nőket erőszakoltak, meg embereket lövöldözött a gáta, meg minden, így történt a valóságban is. A másik ugye milyen érdekes, ha sokan nem tudják, hogy ez a prostitúció, és ez jutott eszembe. A prostitúciónak, a homoszexuálisoknak akkor ez volt az ünneplésük, fellegvár a kábítószernek, tehát hogy a szórakozás, stb. Minden olyan, ami benne fel a buliban. Azért mondom, hogy... De bocsáss meg, ez mind semmi az Atlantis elsüllyedéséhez képest. Igen. Még meg lehet az is. Hát csak várjuk ki. Igen, csak azért mondom, hogy ezeket nem lehet megúszni. És azért vannak érdekes dolgok is követ, képzeljétek el, most akkor menjünk Olaszországba. Olaszország egy borzasztóan ugye katolikus hely, nagyon jól tudjuk meg ugye, hát ott azt a bárványimádás 100 000-re, mert nem kell messze menni ugye, ott a Vatikántól kezdve mindenféle dolgok, hát borzasztó a katolikus vallás, ugye én is most a saját testőről is tudom ugye, maga a vallás, ez az egész ilyen kegyhely, meg a szertartások, szóval Jézus sosem mondott ilyet, hogy ilyen ízért csináltak az emberek különben, bárványokat velük, meg egyházat, meg ilyeneket, amit tesz, és ott volt egy a városka, egyik leghíresebb városuk volt, mindenféle nagyot adottak a vallásosságokat, és polig nyomták az egészet. Hát hogy milyen Isten van, és egyből oda ment az Isten, hittük, ugye? Hát milyen Isten van, aki a mi drága városokban, tenyi szoborral, minden nap elmegyünk a templomba imádkozni, és összerombolt, akkor nincs is Isten. Hát milyen Isten ez? Ja, elítottad az Istenit, amíg jó volt a házam, ugye? Itt egy Isten itt próba, ugye? Azért mondom, hogy és akkor de az a, nem mondjuk, hogy jönnek ezek a természeti katasztrófák, higgyék el nekem. És akkor most tartunk ugye, ott rögtön ugye benne, hogy nagyon fontos mondat, és ide tartozik a természeti katasztrófákhoz is, hogy ott vannak a vágyaink. Mert megvannak azok a vágyak, amelyek teljesülnie kell. Rengeteg olyan vágyunk is van természetesen, ugye, ami nem is fog az életbe teljesülni, mert nem is teljesülnek. De egy valami tudomásul kell venni. Itt a fizikai síkon, meg van engedve a vágyaink kiélése. Mert hol a francba írjuk ki a vágyainkat, ha nem itt és most. És ez minden benne van. Tehát akinek a gyilkosság a vágya például, annak ki kell élni a gyilkosságot. Na de természetesen ez a spirituális fokozat, ugye, hogy mondjuk a Karsé Pista motorozásba írjuk ki a vágyait, vagy a gyilkosságba. Ugye az egy előre haladás, ugye természetesen, ugye hogy éven mondjuk motort teszek, és nem egy ilyen fűkasszát, hogy a szomszédok a nyakát elvágjam. És azért ez nagyon fontos dolog, tehát itt ezt tudnotok kell, meg van engedve a vágy kiélése, mehet. Mit tudunk nagyon jól? A negyedik szellemi szférában, ahol nem kötelező a testetöltés, azért van ott, mert már semmilyen vágyunk nincs, ami ide visszamozdulhat a fizikai síkra. Na most tudjátok, a szenvedélyi betegségek a legrosszabbak, amik léteznek, tehát azok a legrosszabb vágyak természetesen. Tehát megvan engedve a vágyaknak a kiélése. Na most amelyik vágy nem tud kiélődni, mert hülyeségek vannak ugye benne, azokat a vágyak ugye sokszor ugye tűzalagban megjelenik. Tehát ezek tudjátok milyen vágyak, ezek azok az elérhetetlen butaságok, mint az irigység, hogy a szomszédnak sokkal szebb a lakása. Én komolyan mondom, annak idején emlékszem rá, még a 80-as években volt egy Mitsubishi, meg egy akkor nyugati autó gyerekek. Hát az valami Lada meg Trabant volt. De meg így dolgoztam, tehát én borzasztó sokat dolgoztam. Nem volt hétvégém sem. És abban a szervizból, a mellékállásban dolgoztam, ugye volt, aki irigyek természetesen, a Karzsé Pisti ugye milyen autóval jár. És mondom, gyerekek, semmi gond nincsen vele. Annyi munkával, vagy egy asztal szerelő, ketten voltunk Pesten, akkor összesen. Lehet jönni segíteni. Annyi munka van, és akkor sorba. Ja, én nem érek rá, mert én a strandra megyek, én moziba megyek, én ide megyek. Ja, mondom, oké, gyerekek, én mentem a fúrós táskával a vésőgépen a kezembe, itt a különbség a kettő között. Irigy vagy arra, hogy nekem jó kocsim van, de dolgozni meg szabára nem akarsz. Ez az egyik nagy különbség.